Önök a Pécs TV napi hírműsorát látják pont ma, március 27-én szerdán. Köszöntöm nézőinket! Ma van a Színházi Világnap. Hírműsorunk első részében mi is e témához kapcsolódunk. A legjobb előadás díját nyerte a Kecskeméti Bábszínházi találkozón a pécsiek diótörője. Vendégünk lesz Kozma Andrea, az előadás egyik szereplője, a Bóbita bábszínésze. Aztán a fiatalok és a színház kapcsolatáról, a diákszínházi mozgalom fontosságáról beszélgetünk Zalai Szabolccsal, a Lőveisták színjátszó csoportjának vezetőjével egy tegnapi bemutató kapcsán. Az elmúlt 24 óra eseményeinek összefoglalója után beszámolunk a hálózatos tévé terveiről, s végül a szeszélyes időjárásról tájékozódhatnak, na meg arról, hogy a növények miként viselték a hételei szokatlan hideget. Cigány György aktuális növényvédelmi tanácsokkal is szolgál a gazdáknak. Ezt kínáljuk Önöknek pont ma, tartsanak velünk! S ha kérdésük, észrevételük van, hívják a képernyőn látható telefonszámainkat, de SMS-ben is fordulhatnak hozzánk. Ha pedig további részletekre kíváncsiak, az interneten is megtalálnak bennünket. A www.mecsekportál.hu címen kattintsanak a Pécs TV oldalaira. március 27-én volt Párizsban működő Nemzetek Színházának évadnyitója. Ennek emlékére a Nemzetközi Színházi Intézet 1961-es bécsi közgyűlésén 40 ország küldötte határozott úgy, hogy ez a nap legyen a Színházi Világnap. Március 27-e a Színházi Világnap. Ezen a napon a világ összes színházában ugyanazt a kiáltványt, üzenetet olvassák fel, mely idén Girish Karnath indiai drámaíró tollából ered. Sosem volt annyi dráma a világon, mint ma. A rádió, a film, a televízió és a videó elárasztanak minket drámákkal. De bár ezek a formák lekötik, netán feldühítik a nézőket, egyikükben sem változtatja meg a néző válasza, a művészi eseményt magát, írja Karnath. És hozzáteszi, bár néha sivárnak látjuk a színház jövőjét, mégis tovább fog élni és tovább fog provokálni minket. A Pécsi Nemzeti Színház március 27-én a Dantó halála című előadással ünnepel. Közben pedig már nagy a készülődés a június 6-án kezdődő Pécsi Országos Színházi Találkozóra, mely évek óta a legfontosabb és legkiemelkedőbb esemény a Magyar Színházi Társaság életében. Az immár 20 éves hagyományra visszatekintő találkozónak idén második éve ad otthont Pécs. A szerdai előadás azért is figyelemfelkeltő, hiszen nézők a színházban elhelyezett ládákba dobva jegyüket jelentkezhetnek akár zsűritagnak, akár vendégnek az Országos Színházi Fesztivál rendezvényeire. És ide tartozik egy egészen friss hír. Április 19-én itt a Pécs TV-ben sorsolják ki azokat a szerencsés színházlátogatókat, akik a Pécsi Országos Színházi Találkozó civil zsűriének tagjai lesznek. És a következő hírunk sem kevésbé örömteli. A napokban Kecskeméten rendezték meg a 6. magyarországi bábszínházak találkozóját, melyen minden magyar hivatásos bábszínház részt vett. A találkozó végén, bár nem volt verseny, a szakma szavazhatott különböző kategóriákban a legjobbakra. Így született az az eredmény, hogy a pécsi Bóbita bábszínház diótörő előadása és rendezője Bartal Kis Rita kapta a legjobb rendezés, illetve előadás díját. A diótörő bemutatója tavaly novemberben volt. Most idézzük fel a produkciót egy a premier kapcsán készült összeállítással. A riporter Katona Ágnes. Az a diótörő, amit a Bóbita bábszínházban játszódik, azt hiszem egy különös előkészületet igényelne a gyerekek számára, hiszen nem minden nap találkoznak olyannal, hogy nem beszélnek hozzájuk a bábok, hanem táncolnak. Igen, ez teljesen Csajkovszki zenéjére játsszuk ezt az előadást, tehát semmiféle szöveginformációt nem kapnak a gyerekek. Tehát azt gondolom, hogy a szülők és a pedagógusok mikor hozzák a gyerekeket bábszínházba, a diótörőre, akkor egy picit elő kell, hogy készítsék a gyerekeket, hogy másfajta színházat látnak. A bábszínészeknek is némiképp újdonság a táncos feladat, hiszen ők javarészt ahhoz szoktak hozzá, hogy szöveget mondjanak, s arra mozgassák a bábukat. Kicsit talán nehezebb volt, de azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy a szöveg is megad egyfajta színpadi ritmust, most a zene az, ami a szöveg helyett beszél. És
és meg kellett tanulni a zenét, tehát nem saját magamnak osztom be a szöveget, mint színész, hanem a zene ritmusát kell figyelembe venni, a zenei pontokat meg kellett tanulni. Ennyiben volt nehezebb. Egyébként a mozgatási, bábszínészi feladatok azok ugyanolyan nehézségűek maradtak, mint más előadásban. Aki ismeri, azt tudja, hogy a Diótörő az egy háromfelvonásos balett. Ezt hogyan lehetett összesűríteni 40-45 percbe, hogy ne legyen hosszú mindenben, de ugyanakkor a gyerekek figyelmét is lekösse? Hát nagyon nehéz volt, meg kell, hogy mondjam. Megtartottuk, tehát a regény és a balett szüzséből mi a balett szüzsét választottuk, mert a regény annyira szövevényes történet, annyira sok szálon futott, hogy ezt nagyon nehéz lett volna egy 45 perces előadásba besűríteni. A balett pedig egy lineális vonalat megtartotta az eredeti meséből, és mi még ezt ollóztuk össze. A bábokat Grossmit Erik, a díszletet Mátravölgyi Ákos tervezte. A fiatal kecskeméti művészek által megjelenített világ majdhogy nem emberméretű, ezért igencsak különleges és kifejező. A gyerekek mindent nagyobbnak látnak, mint mi felnőttek. Tulajdonképpen ez egy gyermek-gyerek arány. Picit nagyítottunk a díszleteken a bábokhoz képest, de különösebben nem akarunk mást, vagy nem gondoltunk arra, hogy ennyivel nagyobb, meg azt gondolom nem is annyival nagyobbak a díszletek, mint a bábok, tehát egy picikével kisebbek, de arányaiban az egész játékhoz ezt az arány, báb és díszletarányt tartottuk jónak, és hát egy ilyen kis gyerekszobát, egy karácsonyi gyerekszobát próbáltunk kialakítani a meleg színekkel, kis titkos, sötét zugokkal, érdekes óraszekrénnyel. Hát reméljük, hogy mindenkinek tetszeni fog, és hát nagy izgalommal várjuk, hogy hogyan fogadják a gyerekek. Van nekem egy olyan érzésem, hogy nem biztos, hogy ez csak a gyerekeket fogja érdekelni. Hát reméljük, mert azt hiszem, hogy az a jó színház, ami gyerekeknek is és felnőtteknek is szól, tehát a gyerek is megtalálja maga kis fonalát a történetben, és a felnőtt pedig egy más szinten talál valami érdekességet az előadásban. A fából faragott diótörő története, aki karácsony éjszakáján Marika álmában bátor herceggé válik, igazi élményt nyújthat a bábok világát kedvelő és szerető valamennyi korosztály számára. A Pont ma vendége az előadást játszó színészek egyike, Kozma Andrea. Sok szeretettel köszöntelek és gratulálok. Jó estét kívánok. Gyönyörű díjhoz, ami sokatok érdeme. Most a rendező sajnos nem lehet itt velünk, de te képviseled az egész csapatot. Igen. Mondjuk el a többi színészt is, hiszen ők is megérdemlik most a tapsot. Szereplők Illés Ilona, Varga Péter, Kis Tibor és Jómagam. Ezt az összeállítást, amit az imént láttunk, még a premier előtt készítettük, nagy volt a várakozás. Igen. Azóta mekkora sikerrel megy a darab? Hát mondhatom, hogy a várakozásainkon felüli a siker. Meghívtak minket Finnországba januárba, és ahogy hazaértünk, még azon a héten kiderült, hogy vissza kell majd utaznunk. Tehát ez volt az első igazi nagy sikerünk, túl azon, hogy már 40 előadást játszottunk a Diótörőből, és hát most ezen a Kecskeméti Fesztiválon nagyon sok fesztiváligazgató volt meghívva külföldről. És elmondhatom, hogy szinte a legtöbb meghívást mi kaptuk, három helyre, Spanyolországba, mennünk el Görögországba, Jugoszláviába, tehát remélem, hogy egy hatalmas karrier előtt áll az előadás. Ez a spanyol fesztivál egy világfesztiválnak számít. Igen. Mit tudsz róla? Hát igazándiból nem sok minden, csak azt, hogy nagyon sokan lesznek, akik néznek különböző országokból, más földrészekről szintén fesztiváligazgatók, akik itt szoktak csemegézni az európai bábszínházakból, és hívnak meg további fesztiválokra együtteseket, tehát itt aztán igazi nagy megmérettetés lesz. De még soha, de soha nem voltam ilyen fesztiválon, tehát nem tudom most, hogy nagyon-nagyon izgulom, csak ennyit tudok mondani. Ez a produkció igazán ideális ilyenfajta utazása, hiszen nyelvi problémák nincsenek. Igen, bevallom, hogy volt egy ilyen, amikor elővettük ezt a Csajkovszkit, hogy majd talán ezzel el tud indulni a Bóbita Bábszínház egy hatalmas nemzetközi karrier felé.
Mesélj egy kicsit a Kecskeméti Fesztiválról, gyakran részt vettek ezen? Igen, mindig. Ez a Kecskeméti találkozó, ez most már 2 évente kerül megrendezésre, és cél az, hogy az összes magyarországi intézményes, illetve magánjellegű bábszínház is meg tudja magát mutatni, és ami nagyon-nagyon lényeges, hogy szakmai megbeszélések is vannak az előadáson, tehát az ember rögtön tudja, hogy mi az, ami értékes abban az előadásban, és mi az, ami javítandó még. Volt időtök arra is, hogy nézzetek más előadásokat? Igen, nagyon-nagyon sok előadást láttunk, szinte mindet. Mi a tapasztalat? Milyenek a többiek? Hát elfogult vagyok, én szeretem őket, és nagyon-nagyon jó előadásokat láttunk. Ti most a Bóbitában mire készültek? Most lesz a Tóth Ágas bemutatónk a jövő héten szerdán, tehát húsvét után ez lesz az első előadásunk, illetve műsorom marad a Hamupipőke, még talán áprilisban lesz egy diótörő előadásunk is, mielőtt elkezdjük a nyírséget is meghódítani Magyarországon, mert 6 vagy 8 előadásunk lesz április végén még itt Magyarországon. Rita már akkor is remélte, hogy talán nem csak a gyerekek, hanem a felnőtteknek is kedvencévé válik ez az előadás, így le? Igen, tehát ez karácsonykor derült ki, amikor kifejezetten, hát ez egy karácsonyi darab, ugye, és nagyon sokat játszottuk, és bizony szép számmal voltak felnőttek is. Nem csak kísérőként, hanem önmagukban beültek, és megnézték az előadást, és tetszett nekik. Én köszönöm szépen, és még egyszer gratulálok, és sok sikert a nagyon mondatásra. Szépen köszönöm. A Színházi Világnap alkalmából érdemes szót ejtenünk az utánpótlásról, a színházi nevelés kérdéséről is. A diák színházak például sokat tehetnek azért, hogy a gyerekekből színház szerető és értő közönség váljon. Egy igazán jó színjátszókör sok mindent adhat a diákoknak. Segíthet megszeretni az irodalmat, megérteni a költőket, írókat, segíthet szép beszédet tanulni, önbizalmat adhat. A lüveis diák színjátszók számára mindezeken túl az összeszokott társaság, a próbák hangulata, az előadások izgalma a legfontosabb. A Lővei Gimnázium színjátszó csoportja már évek óta összeszokott csapat. Sok szép eredmény, több verseny áll már mögöttük. A próbán, ahol meglestük őket, szintén egy megméretetésre készültek, mégpedig az országos színjátszó találkozóra, ahol Svajda György szerzeményét, a Marit adják majd elő. Lényegében a tanár úr hozott több darabot, amelyeket átolvastunk egyenként, elemezgettünk egy kicsit, megnéztük, hogy mit tudnánk ebből felhasználni, és végül is ezen a darabon maradt a választásunk, ezt választottuk. A fiatalok elmondták, számukra nagyon fontos a színház, a színjátszás, az együtt töltött idő. Nagyon fontos, mert felszabadultnak érzem magam, amikor így a többiekkel együtt lehetek és játszhatok, és távolabbi céljaim, hogy színésznő legyek, és ez is nagyon jól jön. Csapatba kerültem, jókat hülyeskedünk, ez is egy fontos szempont. A másik meg az, hogy felszabadultabb vagyok én is itt, és jól érzem magam. Tehát a legfontosabb az, hogy jól érezzük magunkat mindannyian. És végül is az is egy fontos dolog, hogy kipróbálhatjuk más szemszögéből látni a világot, a karakterünk szemszögéből látni a világot, és úgy gondolkodni. Pontos az összhang, ami szerintem hát a legfontosabb, hogy a társaság emberei, mint az előadás alatt, tehát a próbák alatt is, hát színpadon kívül is, jó viszonyban legyenek egymással, hogy úgy mond, de a lényeg az, hogy a darab, nem is igazán, hogy a darab tetszítjen az embereknek, nem fontos, hogy tetszen egy darab. A lényeg szerintem az egész színjátszásban, hogy az embernek azt kell megszeretnie, aki színész akar lenni, vagy csak belekóstol a szakmába, hogy belebújni más ember bőrébe. Szerintem ez egy nagyon érdekes dolog. A tanév során a fiatalok különféle színészi és szituációs gyakorlatok segítségével próbálják elsajátítani a szakma csínyát, bínyát. Az idei év sikeresen kezdődött a színjátszó csoportnak. Részt vehettek egy meghívásos színjátszó fesztiválon, ahol a szervezők Nyugat-Magyarország 4 legjobb csapatát látták vendégül. A Pont ma vendége a Lővei Labirintus diák színjátszó csapatának vezetője, Zalai Szabolcs. Sok szeretettel köszöntelek. Azóta már megtörtént a premier is, hogy sikerült? Tegnap este volt a premier, óriási izgalmak közepette. Jól sikerült, azt mondhatom, és nagyon jó, hogy először olyan közönség előtt mutathattuk be a darabot, akik otthon voltak, hiszen a legtöbb vendégünk az a Lőveiből volt. De volt itt egy szakmai zsűri is, aki más szemmel is nézett titeket. Mi a tét? Hát a tét az, hogy az Országos Diákszínjátszó Egyesület minden évben megszervezi megyénként a selejtezőit, és innen tovább lehet jutni az országos döntőbe. És oda óriási dolog eljutni. Az idén Csurgón lesz. Mikor derül ki, hogy sikerült-e? Ez 2 héten belül.
derül ki. Te mit csatszolsz magatoknak? Hát én úgy gondolom, hogy ezzel a darabban most tovább lehet jutni. Voltatok már ezen a fesztiválon korábban? Igen. Kétszer sikerült tovább jutnunk már az elmúlt 5 év alatt. Úgyhogy ez is jelzi azért, hogy ez nem mindig jön össze. Reménykedünk. A hétvégén egy egész más típusú színjátszó fesztiválon vettetek részt. Különleges volt a feladat, mit kellett csinálni? Bizony, ez a Játszunk Színházat Fesztivál, ez arról szól, hogy reggel eldönti a vezetőség, hogy melyik darabot játsszuk. Idén a Cseresznyés kertet választották. Azt felosztják 4 részre, felvonásokra, és kiosztják 4 csoport között. És aztán kihúzhatunk egy profi rendezőt. Idén Bezerédi Zoltánt kaptuk. És aztán kihúznak egy játékstílust. És idén az volt nekünk, hogy görög dráma formában próbáljuk a Cseresznyés kert első felvonását előadni. És erre van egy fél napjuk. Estére előadást kell csinálni 20 percben. Hogy sikerült? Hát izgalmas volt nagyon. Fél nap azzal ment el, hogy a szöveget próbáltuk értelmezni, Bezerédi Zoltán segítségével, és aztán estére egy nagyon érdekes karjáték lett belőle. Úgyhogy hát a statikus elemek megvoltak, ahogy a görög darabokban ez működik, és végül is egy nagyon izgalmas, végül is a szöveggel folytatott játék lett belőle. Úgyhogy számomra a munkának volt igazi értéke, mert a gyerekek megértették a Cseresznyés kertet. A fiatalok itt az összeállításban sok mindent elmondtak arról, hogy ők miért szeretik mindezt csinálni. Szerinted miért fontos? Gondolkodtam ezen, amikor idefelé jöttem, és azt fogalmazódott meg bennem, hogy azt hiszem, hogy ez számomra a művészet maradéka az életemben. Ez lehet, hogy egy kicsit ilyen fájdalmas hangzik, de mégis azt hiszem, hogy óriási szerencsém van, hogy egyáltalán foglalkozhatok művészettel. Én nagyon keveset látok ilyet a környezetemben, meg a mai életben. Vannak neked is személyes diákszínházas emlékeid? Hogyne. Annak idején a Nagy Lajosban, amikor Bagosi Laci bejött és a Jónás könyvét előadtuk, hát akkor ez egy életre szóló élmény volt nekünk. Azt tudom, hogy most sokan összefogtatok, hogy esetleg megpróbáljátok feléleszteni ezt az egykori diákszínházi mozgalmat itt a városban, hogy sokkal nagyobb léptékben történhessen ez, és ne csak egy-két csapat működjön egy-egy iskolában, hanem sokkal szélesebb körben. Hát bizony nagyon jó lenne, mert hogyha csak azt az egy példát nézem, hogy erre az országos diákszínjátszós találkozóra innen a megyéből 4 jelentkeztek, és ebből végül csak 2 bemutató lett tegnap este, a többiek lemondták, akkor ez egy szomorú kép. Én körbe telefonáltam az iskolákat, mindenhol buzdítottam a kollégákat, hogy gyertek, miért nem próbáljátok ki magatokat. Van, aki a Helikonra készül, mert idén van Helikon is Keszthelyen, van, aki csak ősszel lesz kész egy darabbal, szóval nehézkesen megy. Nagyon jó lenne, hogyha, ahogy ez talán régebben bátrabban működött, minden iskolából egy-egy színdarab születne legalább egyszer egy évben. Volt, aki elmondta itt nekünk, hogy ő azért csinálja, mert szeretne színész lenni, mások más miatt, és nyilván, hogy a gyerekek többségéből nem is lesz majd színész, de esetleg színházértő és szerető közönség válhat belőlük. Ez hozzásegít, nem? Én nagyon bízom ebben. Hiszen vannak olyan gyerekek, akik fizikából például országos első helyezettek között vannak, és idejönnek, játszanak velünk, és látom rajtuk, hogy egy nagyon kemény döntés volt évelején nekik, hogy vállalják, hogy minden héten legalább egyszer találkozunk, és most már nem tudják itt hagyni a színjátszókört. Te időközben elkerültél egyetemi tanárnak, és mégis megmaradtál a Lövei Színpad vezetője. Miért döntöttél így? Hát azért ezt nagyon nehéz ott hagyni, meg egyáltalán a magyar tanítást, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez a szerelem az életemben. Köszönöm szépen! Köszönöm! Dr. Hámori József sok mindent elért munkássága során. Ahogy egyetemünk rektora viccesen megjegyezte, az agykutató akadémikus professzor azzal kutat, amit kutat. Hámori doktor volt rektor, kultuszminiszter, kutatásaiért több elismerésben is részesült az évek során. Születésnapja alkalmával tanítványai, kollégái köszöntötték. A Pécsi Akadémiai Bizottság Biológiai Szakbizottsága és Neurobiológiai Munkabizottsága, a Pécsi Tudományegyetem rektora és a Természettudományi Kar általános állattani és neurobiológiai tanszéke Hámori József akadémikus 70. születésnapja alkalmából tudományos ülést tartott március 27-én szerdán a Papszékházban. Nagyon jó érzés. Én nagyon meg vagyok tisztelve, hogy
ilyen sokan eljöttek erre az alkalomra. Tulajdonképpen eddig úgy értem a 70 évemet, hogy még soha nem ünnepeltek igazából így. Hát ez sem ünneplés lesz, hanem inkább csak számvetés arról, hogy mit tehetett az ember ebben az időszakban. Amikor Pécsett volt, itt kezdtem a karrieremet egyébként, 55-ben a Szent Ágotai iskolában, és innét megyek nyugdíjba, hogy így mondjam, mint nyilvános rendes egyetemi tanár éppen most. Úgyhogy egy teljes életpálya. Közben volt egy kis megszakítás, ugye budapesti távozása, de valójában mindig úgy éreztem, hogy Pécsett vagyok itthon. A barátok, kollégák születésnapi köszöntője után Hámori József emeritus professzor oklevelet és a Baranya megyei TIT örökös tagságának díját kapta munkájának elismeréséül. És most egy mai szerencsétlenségről. Tisztázatlan okok miatt kiesett egy férfi ma délután Pécsett a Szigeti út egyik 10 emeletes épületéből. A férfi több mint 10 métert zuhant, majd a ház melletti betonra esett. A mentősök már nem tudtak segíteni az áldozaton, aki azonnal belehalt sérüléseibe. A szemtanúk szerint a férfi feltehetően valami után akart nyúlni. Ekkor elvesztette egyensúlyát és kiesett. A rendőrség egyelőre nem zárja ki az idegenkezőség lehetőségét sem. Az eset kivizsgálása több időt vesz igénybe, amihez szakértő bevonása szükséges. Újabb 2 buszt állított forgalomba a Pécsi Tömegközlekedési Részvénytársaság. Megjutalmazták a múlt heti postarablás tetteseinek gyors elfogásában közreműködőket. Átadták az országos középiskolai fotókiállítás díjait. A gyors címszavak után következzenek részletes híreink az elmúlt 24 óra eseményeiről. Március 27-én délelőtt a Pécsi Tömegközlekedési Részvénytársaság sajtótájékoztatót tartott, melynek keretében bemutatásra került az a 2 darab Mercedes busz, melyet a napokban helyezett forgalomba a vállalat. A félalacsony padlós gépjárművek mind a magyar, mind az Európai Uniós elvárásoknak megfelelnek, költség- és környezetkímélőek, energiatakarékosak. A tájékoztatón szó volt még az új heti jegyek bevezetéséről, melyekhez nem kell majd arcképes bérletigazolvány, érvényességük nem naptári héthez kötött, áruk pedig 1260 forint. A cég 2002 tavaszán új gyorsjáratok beindításával próbálja kényelmesebbé, komfortosabbá tenni az utazást. A 114-es járat a Petőfi aknától a Zsolnai szoborig, a 123-as a Daindoltól a Zsolnai szoborig, a 126-os pedig a 2-es rakodótól szintén a Zsolnai szoborig közlekedik majd a reggeli órákban. Közelmúltban a MÁV-RT és a Pécsi Tömegközlekedési Részvénytársaság között született egy egyezmény, melynek lényege, hogy a MÁV-RT Pécsi csomópontján dolgozó valamennyi jegyvizsgálója megkapja a PTRT menetrendi tájékoztató füzetét, és a vonattal utazóknak felvilágosítást tud adni a helyi járatok indulásával a csatlakozási lehetőségekkel kapcsolatban. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy minden városunkba érkező utas már a vonaton információt szerezzen a helyi autóbusz menetrenddel kapcsolatban. A Pécsi Tömegközlekedési Részvénytársaság valamennyi járatát érintő utasszámlálásra kerül sor 2002. április 24-én szerdán. Az utasszámlálás eredményeinek, adatainak, tapasztalatainak értékelése és feldolgozása után a PTRT már ezek alapján készíti el az őszi menetrendet. A cég számára nagy gondot okoz, hogy sokan rongálják, összefújják festékkel a buszokat. A problémák kiküszöbölésére őrzővédők fognak felszállni a járművekre, ugyanakkor a vállalat a vandálokkal szemben a lakosság segítségét is kéri. Kitüntetést vehettek át szerdán azok a rendőrök, akik a múlt heti postarablók elfogásában közreműködtek. Jól szervezett, hatékony együttműködéssel és eredményes rendőri intézkedéssel ugyanis március 20-án sikerült fél órán belül őrizetbe venni azokat a fiatalokat, akiket a több százezer forint eltulajdonításával vádolnak. Március 27-én megjutalmazták a bűneset ideje alatt ügyeleti szolgálatot teljesítő Füredi Rudolf és Braun Károly főtörzszászlósok. A bűnözők elfogásáért pedig Hegyi Tibor és Óvári Gábor zászlósok szintén jutalomban részesültek. A volántaxi sofőrét pedig, aki neve mellőzését kérte, a rendőrséget segítő munkájáért az Országos Rendőrfőkapitányság tárgyjutalomban részesítette.
28 fiatal vesz részt abban az egyhetes nemzetközi önkéntes táborban, melyben Pécsett és környékén karitatív munkákat végeznek a résztvevők. A Nemzetközi Segítség és Baráti Egyesület, a FAAG Baráti Kör és a Service for Peace Alapítvány szervezte a programot, és a Franciaországból, Angliából, Norvégiából, Németországból, Ausztriából és természetesen Magyarországról érkezett diákok 3 napig a Malomvölgyi parkerdőben erdészek segítségével szemétszedést, fatelepítést és erdőrész tisztítást is végeztek. Szerdán dr. Toller László polgármester is segített a gyerekeknek a faültetésben. Pénzügyi bizottsági ülésre került sor szerdán délelőtt a Városházán. Mint Nagy Csaba elnöktől megtudtuk, 3 fő napi rendi pontot tárgyaltak. Az első egy szociális intézmény étkezési térítésének ügye, ahol a normát aránytalanul megemelték, valamint 2-szeres rezsiköltség került felszámolásra. Az ügy nem zárult le, a vizsgálat továbbra is folyik. Megoldásra várhatóan április 18-án kerül sor. A bizottság tárgyalt az önkormányzat gazdasági társaságainak ellenőrzéséről, és egy a Pécs TV-nél ezelőtt vizsgálat alapján szükségesnek tartja egy új szabályzat kidolgozását erre vonatkozóan. 3. napirendi pontként az állami számvevőszék vizsgálati jelentését tárgyalták. A pénzügyi bizottság ellenőrzi a Városháza pénzkezelési szabályzatát, valamint feladata a bizonylati rend és fegyelem vizsgálata is. Érdekesség, hogy ebben a bizottság tagjai is részt vesznek. A Város Sportbizottsága soros ülésén meghallgatta a Pécsi Korcsolyázó Egyesület elnöke Telegdi Attila beszámolóját az elmúlt év eredményeiről. A beszámoló szerint soha ilyen sikeres évet nem zárt még a Pécsi Egyesület. Knoch Balázs részt vett a Salt Lake City téli olimpián, ahol 18. helyezést ért el. Ezen kívül egy Európa-bajnoki bronzéremmel is gazdagabb lett a klub. Napirendre kerültek még a Pécsi Kézilabda Klub vizsgálatáról készült beszámoló, a klub irodái áthelyezésének kérdése és a 2004-es ifjúsági tájfutó EB Pécsi megrendezése is. Ez utóbbit a bizottság támogatta. A kézilabda klub életében egyébként változás az is, hogy április 1-től az egyik tulajdonos, Kakas Sándor veszi át az ügyvezető elnöki posztot. Szintén tárgyalt a bizottság a PMFC pálya felújításához való tulajdonosi támogatásról. Március 14-én lesz az első válogatott mérkőzés Horvátországgal, ehhez szükséges az önkormányzat, mint tulajdonos támogatása. Öt első, 4 második és 6 harmadik díjat osztottak ki a 35. Pécsi Országos Középiskolai Fotókiállítás megnyitóján, március 27-én az 508-as Kertvárosi Szakképzőiskolában. Az 1965-66-os tanévben dr. Szász János fotóművész kezdeményezésére rendeztek először fotókiállítást a Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban. Idén a pályázatra 19 iskola 160 tanulója jelentkezett, és a 678 fényképből 98-at állítottak ki a szervezők. A fődíjakon kívül külön díjakat is osztottak a résztvevőknek. Így a Magyar Fotóművész Szövetség díját Keresztes Nagy József, az 508-as Kertvárosi Szakképző tanulója nyerte Csepp című képével. A dr. Szász János Vándor díjat Hantos Judit szintén pécsi pályázónak ítélte a szakmai zsűri Cseppek című munkájáért. Az idei legeredményesebb iskolának járó Sevcsik Jenő Vándor serleget pedig a Budapesti Szolgáltató és Kézművesipari Szakképzőiskola nyerte. Chile és Magyarország között társadalmi, kulturális és gazdasági téren egyaránt jó kapcsolatok alakultak ki. A két ország viszonyáról és a chilei helyzetről Kelso Moreno Laval, a Chilei Köztársaság budapesti nagykövete tartott előadást március 26-án a Civil Közösségek Házában. A programot az idén 10 éves Pécsi Magyar-Spanyol Társaság szervezte, amelynek nagy szerepe volt a Pécsi Tudományegyetem és a Chilei Concepción Város Egyeteme közötti együttműködés kialakításában. A társaság egyébként áprilisban hirdeti meg a hagyományos spanyol nyelvű vers, dal és prózamondó versenyét, a jubileumi rendezvényekre pedig május 27-én és 28-án kerül sor.
hogy van-e odabent valaki, vagyis az állatok öntudatának vizsgálata a kognitív etológia fő kérdésköre. Topál József, a Magyar Tudományos Akadémia Eötvös Loránd Tudományegyetem összehasonlító etológiai kutatócsoportjának vezetője az utóbbi 10-15 év kutatási eredményeiről tartott előadást március 26-án a Dominikánus házban. A 90-es évek elejétől elfogadott tudomány, a kognitív etológia az állatok belső mentális állapotát, kognitív képességeit vizsgáló összehasonlító tudomány. Az előadáson elhangzott, hogy az állatok mentális képességeinek vizsgálata a folyamatos filozófiai és természettudományos alapú elutasítások ellenére is új lendületet kapott az utóbbi években. A kispályás labdarúgó bajnokság első fordulói zajlottak március 26-án két helyszínen. A Pécsi Tudományegyetem 2. számú gyakorló általános iskolájának és az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskolának udvarán az előző évek eredményei és területi szempontok alapján összesorsolt 6-6 második korcsoportos csapat mérte össze tudását. Az Őz utcában az 1-es és 2-es gyakorlók együttesei mellett a Felső Vámház utcai, a Református, a Mezőszél utcai és a Mátyás Király utcai általános iskolák csapatai mérkőztek meg. A további selejtezőkre április 4-én és 11-én, az elődöntőre április 15-én, a városi döntőre pedig április 17-én kerül sor. Új műsorelemmel gazdagodik a Pécs TV műsora. A helyi televíziók együttműködése keretében ugyanis ismeretterjesztő és dokumentumfilmek kerülhetnek képernyőre Pécset és más városok helyi televízióiban. Emellett magazinműsorok és egyéb produkciók színesítik majd a műsort. Több mint 50 helyi televízió részvételével alakult meg a Hálózatos Televízió RT, amelynek műsora hamarosan képernyőre kerül az együttműködést megvalósító városi televíziókban. Ez arra szolgál, hogy a nézők helyi szinten megtudják mindazokat a problémákat, ami érint őket, ugyanakkor amellett ez egy szórakoztató csatornává, ismeretterjesztő csatornává is váljon, tehát dokumentumfilmeket, ismeretterjesztő filmeket, és természetesen játékfilmeket is láthatnak ezen a csatornán. Szinte minden televízió profi híradót csinál. Ugyanakkor nagyon sok olyan helyi érték van minden településen, minden közösségben, amit esetlegesen pénzhiányában vagy emberhiányában nem tudtak leforgatni, megcsinálni, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, ez közkincs, hogy lássuk és tudjuk róla, és ki tudna ezt jobban, mint a helyi televíziók. Tehát ezért fognak készülni olyan műsorok, amelyek akár Pécsen olyan érdekességeket mutatnak be, amit esetleg Kecskeméten nem ismernek annyira, és mondjuk más televízióban ezeket nem nagyon lehet látni. Az új, hamarosan induló műsorban 4 órát tesz majd ki a különböző városokból származó dokumentum és ismeretterjesztő filmek köre, ám emellett játékfilmekkel és napi aktualitásokat bemutató magazinműsorokkal is gazdagodnak a helyi televíziók. Kicsit ez egy új fogalom lesz, hiszen nem olyan híradó lesz, mint amit minden más csatornán lehet látni, hanem úgynevezett tematikus hírmagazin, ami azt jelenti, hogy mondjuk ha Pécset történt egy színházi esemény, és nem botrányok miatt vált híressé, hanem mert jó, akkor erről a televízió, a Hálózatos TV RT híradója tudósítani fog, méghozzá lesz egy ilyen kulturális hírmagazin, ami minden héten egyszer fog jelentkezni, és természetesen a felelős szerkesztő dönti el, hogy ő a kínálatból mit fog betenni, például a sport magazin felelős szerkesztője éppen Pécsi. A Hálózatos sportműsor az hetente egyszer 24 perces műsor lesz majd ebben a műsor folyamban, mert hiszen ennek a koncepciója ennek a televíziónak egy műsor folyam kialakítása, amiben a híradók és a magazinok játszanak majd fontos szerepet. A sportban olyan riportokat, olyan jellegű tudósításokat, beszélgetéseket tervezek én legalábbis személy szerint, amely helyi sajátosságokkal bír, de ugyanakkor országos jelentőségű híranyagot is jelent. Ugye mondok egy példát, ha mondjuk a magyar labdarúgó válogatott játszik Sárváron, az ugye egy helyileg is nagy esemény, amelyen hát kint lesz a település apraja nagyja, viszont ez az országban is számot tart valamilyen érdeklődésre,
De ugyanilyen a különböző programok, itt gondolok az ISM által támogatott ifjúsági programokra, bozsik programokra, egyáltalán a településeken zajló utánpótlás nevelésre, az utánpótlás műhelyek bemutatására, ami rendkívül fontos egy város életében. Olyan általános érvényű következtetéseket szeretnénk bemutatni a sport területén, amely az országban a legkisebb településtől kezdődően egészen a nagy városokig mondjuk általános érvénnyel bír és megállja a helyét. Szerintem egy kincses tárat nyitunk meg ezzel a hálózattal. Magyarországon több mint 2 milliárd forint értékű az a technika, amit a helyi televíziók használnak, több mint 1000 ember dolgozik helyi televíziókban, és azt gondolom, hogy a helyi televíziók által előállított értékek, előállított hírek sehol nem jelennek meg ma össznemzeti szinten. És éppen ezért egy helyi televíziókból álló hálózat ezt kiválóan fel tudja mutatni, és egy valódi alternatív televízió fog megjelenni. Elhangzott a kifejezés alternatív televíziózás. Mit értesz ez alatt? Hát egyrészt azt a szemléletmódot értem alatta, ahogy mi helyi televíziósok szemléljük az országot. Egy más perspektívából látjuk mi ezt, mint a Budapest központú és ottani gondolkodású országos televíziók. Másrészt, tehát ez egy összeadott műsor lesz, ami több televízió műsorából adódik össze. Másrészt pedig ez a televízió egy független televízió lesz, a helyi televíziók országos hálózata. Annyi tagja, több mint 50 helyi televízióból fog ez összeállni. Annyi tagja lesz, amivel biztosítva van a sokszínűsége, nem tud rajta uralkodni egyetlen politikai hatalom sem, és gazdasági hatalom sem, mivel ez saját tulajdonunk ez a hálózat, mi is nagy részvényesei vagyunk, a Pécs TV nagy részvényese ennek, és sok más részvényese van, helyi televízió is. Tehát ez egy ilyen szervezésű hálózat, ami biztosítja a függetlenségét. Szép lassan kizöldülnek a fák, virágot bontanak a növények. Már szinte megszoktuk, hogy kabát nélkül sétálhatunk. Az elmúlt hétvégén azonban nagyot fordult az időjárás, tavaszi napsütés helyett hózáporokban volt részünk. Hogy mi volt ennek az oka, és mire számíthatunk a közelgő ünnepekben, erre kerestük a választ a következő szállításban. Senki nem örül annak, ha tavasszal, az enyhülés után egyszer csak újra elő kell szedni a téli kabátot. Mindenki morgolódik, fázik, és aggódik a veteményért és a gyümölcsfákért. Pedig a szakemberek szerint ez a hőmérséklet egyáltalán nem volt szokatlanul alacsony. Sőt, éppen az enyhe idő nem illett a koratavaszi időszakhoz. Valóban a hideg a szokatlan, mert a melegre nem szoktunk annyira figyelni, tehát általában ami kellemes az embernek, az kevésbé jegyzi meg. Az idei télnek a márciusi hónapja, pontosabban ugye a tavasznak az első hónapja, gyakorlatilag nem volt olyan rendkívüli, mert hogyha 50 éves átlagot nézünk, hőmérsékleti adatokat, akkor 5,8 fok, tehát nem éri el a 6 fokot az 50 éves átlag, és a tegnapi nappal bezárólag eddig plusz 8 fok az átlag, tehát 2 fokkal meghaladja a sok éves átlagot, és ez bizony egy jelentős különbséget jelent. Ezt támasztják alá a több évtizedre visszamenőleg számított átlagértékek is. Néhány fokkal így is magasabb volt idén a márciusi átlag hőmérséklet, mint általában. Figyelemre méltó az is, hogy a térségben március 24-éig szokott hó lenni, átlagosan 1 cm. Ez most teljesen elmaradt. És hogy ennél lényegesebben hidegebb is volt már ebben az időszakban, nem kérdéses. 1917-ben, május 23-án volt az utolsó fagy, az átlagos április 6-ával szemben. 1922-ben pedig még május 7-én is esett hó, így most igazán nem panaszkodhatunk. Az volt a furcsasága az egész hónapnak, hogy a reggeli órákban talaj mentén volt olyan, hogy 13-án például mínusz 4, mínusz 5 fokok voltak, másnap délután plusz 20 fok volt. Most nyilvánvaló, a plusz 20 fokot valahol már kezdtük természetesnek venni, és inkább a mínuszokra emlékszünk, de ez azért kiegyenlítődik, úgyhogy ilyen értelembe véve az egész időjárás vonatkozásában ez a hónap nem nevezhető rendkívülinek. Én úgy érzem, hogy különösen fagykárt sem szenvedett a mezőgazdaság, bár ezt a mezőgazdasági szakemberek inkább tudják, mert semmilyen különleges dolog nem volt, ami az utóbbi időszakban mondjuk nevezhetjük bőti szeleknek, ezek az elmúlt napok voltak, amikor erős viharos szél érte el a térségünket. Ez mondjuk a hőérzetünket rontotta, úgymond, és hidegebbet éreztünk, de hőmérséklet szempontjából mondjuk ennek nincsen jelentősége. Ezt a hideg részt mondjuk a hónapnak, ezt a hideg időszakát
ezt a hidegfrontok egymás után követő átvonulása okozta, illetve hát létrejött egy anticiklonás magas nyomású mező, mondjuk ami csökkentette a csapadékhajlamot, és jelen pillanatban ebbe vagyunk benne, úgyhogy várhatóan most emelkedni fog a hőmérséklet, és valószínű, hogy ez még mindig javítani fog az elkövetkezendő pár napban a márciusi átlag hőmérsékleten. A mezőgazdaság szempontjából nem okozhatott nagy károkat ez az időjárás, hiszen sem extrém hideg, sem fagy nem volt olyan hosszú ideig, hogy problémákat okozhasson. Erről azonban stúdióbeli vendégünk részletesebben is tájékoztatja önöket. A Pont Ma vendége a Baranya megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat növényvédelmi laborvezetője, Cigány Saba. Sok szeretettel köszöntöm. Tudjuk-e igazolni ezt az állítást, amit hallottunk az imént? Tényleg nem okozott kárt ez a hideg idő? Jelen pillanatban a károkozás nem ott fog jelentkezni, hogy lefagynak a virágok, elpusztulnak a növények, hanem egy teljesen más típusú kárra kell számítani. És pedig? Ez a kár úgy keletkezik, hogy a hosszantartó meleg után bekövetkezett hirtelen lehűlés. A virágokat, a kint lévő virágokat, a már megkötött terméseket egy kellemetlen helyzetbe hozva. Fagyhatások jelentkezhetnek ezeken, főleg a mélyebben fekvő területeken. És amikor a gyümölcs növekedés, a vegetáció beindulna, abban a pillanatban azt veszük észre, hogy ezek a növények rosszul kötöttek, elkezdenek barnulni a szirmok, elkezdenek barnulni a megkötött terméskezdemények, és elkezdenek potyogni. Itt kezdődik a növényvédelem is, amire feltétlenül szükség lesz az idő. Hogyan lehet védekezni? Tehát most már történt, ami történt, ezután mit tehetnek a gazdák? Felhívnám a figyelmet arra legelőször, hogy a túlzott nitrogéntartalmú nitrágyázásokat ebbe az időszakban, úgy lomtrágyában, mint kiutatott nitrágya formában kerüljük. Ennek az lesz a vége, hogy a túlzottan fellazuló szövet esetleg egy következő lehűlés esetén teljesen fagyérzékenyé válik, megfagyhat, elpusztulhat, annak ellenére, hogy a hideg nem okozott volna ilyen tünetet. A másik nagyon nagy gond, ami évek óta visszatérő gond, a csonthéjasoknál, elsősorban a cseresznyénél, a megynél, a maníliás betegségek előtérbe kerülése. A korai védekezéseket mindenki fogja, immelámmal megcsinálja, vagy elkészül vele, vagy nem. Ennek az az oka, hogy már virágzáskor fertőző gombák okozta fertőzés miatt a növényzet olyan helyzetbe kerül, hogy később csak nagy növényvédelmi szermennyiségek kiuttatásával lehet ezt ellensúlyozni. Aki most áll neki, az már elkésett? Az enyhén szólva igen. Mit tegyen mégis, milyen? A sziromhullás időszakában feltétlenül a hagyományos permetezési forduló hagyományos szerekkel ezt feltétlenül végezze. Tehát permetezést nem szírom, nem akkor kell végezni, amikor már látjuk, hogy a termés lehullott, lepotyog, bebarnult vagy károsodott, hanem megelőző jelleggel. A fagyhatásra egy 3-4 nap múlva a virágzó gyümölcsfáknál azt fogjuk észrevenni, hogy a sziromkezdemények elkezdenek száradni, elkezdenek barnulni. Ilyen esetben feltétlenül szedjünk le egy-két virágzatot, vágjuk ketté a terméskezdeményeket, és hogyha barnuló foltokat talál, abban a pillanatban szürke rothadás, manília ellen kezdjük védeni a növényeinket. A tavalyi enyhe tél után az idei már kevésbé volt az, sőt igen kemény tél van mögöttünk. Ezt hogyan vészelték át a kártevők? A kártevőknek sajnos ez a hideg nem ártott olyan mértékben, mint ahogy számítottunk rá, vagy számítottak volna rá. Itt a levéltetvek, atkák elleni védekezéseket, aki nem időbe kezd, ott nagyon nagy gondokat fog az év folyamán okozni. A kemény tél okozott kárt néhány olyan mediterrán gyümölcsfában is, ami itt Pécsett azért igencsak honos, például a fügefák nagy része elpusztult. Nem menthetők meg ezek az, már? Az idősebb fügefáknál volt ez a probléma. Itt teljes visszavágás kell, gyökérsarjakról előhajt, de sajnos 3-4 évig rendes termést ezek a fák nem fognak hozni.
és végül még a háziasszonyoknak is adjunk tanácsot azzal, hogy a leandereket, muskátlikat ki szabad-e már rakni. Én még várnék vele egy pár napot, addig, amíg egy kicsit jobban felmelegszik a leved. Védett helyekre, minden további nélkül. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk és tanácsokkal szolgált. Végül felhívom figyelmüket, hogy holnap ülésezik a pécsi közgyűlés. A képviselő testület munkáját a Pécs TV természetesen ezúttal is élőadásban közvetíti reggel 9 órától. Pont ma ennyi volt. Ne feledjék, további részleteket az interneten is találhatnak. A www.meccsekportál.hu címen tallózzanak a Pécs TV oldalain. Ott is és a képernyőn is a hírekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. A hírek hátterével, a Pont ma friss kiadásával pedig holnap este ugyanebben az időben jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Thank you.